sportosat. Híradónk vendége Gárhidi György, a másodosztályú La Vienna FC csapat vezető edzője. Szervusz, üdvözöllek! Nem sikerült az egyiptomi élvonalba feljutni a csapattal. Szervusz. Csalódott vagy? Szervusz, Józsi! Jó napot kívánok kedves nézőknek! Igen, igen, csalódott vagyok, mert többször is volt lehetőségünk az élen. Voltunk többször, és volt lehetőségünk az élen maradni. Aztán a nagyhal megette a kis halat, tulajdonképpen az történt, hiszen a Gona, aki bejutott az NB1-be, első osztályba, tavaly esett ki, tehát ez egy évet volt a másodosztályba, nagy múltú, tradíciós első osztályú csapat, nagyon gazdag tulajdonossal, azt mondják, hogy nagy városnyi terület, a Hurgada mellett az övé, az üdülőszektorban. De úgy is igazol, tehát olyan képességű játékos, tehát magyarul sok pénzt meglátszott az igazoláson? Mert ugye kettő lehet különböző is. Nem tudom pontosan, hogy kik voltak friss igazolások, és kik voltak korábban is ott, de az biztos, hogy nagyon rutinos jó játékosaik voltak. Tehát kétszer játszottunk velük. Az első meccsen nagyon jól játszott a csapatom nálunk, 2-1-re vezettünk a 93. percig, ahol a bal hátvédem, hát ki, ha nem egy bal hátvéd, mellel akarta az ötösről hazadni, és hát sikerült az ellenfél centerét kiagyhatatlan helyzetbe hoznia. Így 2-2 lett, ott két pontot elvesztettük. A második, tehát a tavaszi fordulóban viszont nem sok közünk volt. Egy dolog kaptunk csak ki, egy fölösleges buta 11-essel, de nem sok közünk volt a játékban az ellenfélhez, a Gonához. Most időzőjelben mondom, pedig nálatok is nagy nevek futballoznak. Igen, a nevek azok nagyok. Igen, van egy Skolszunk, van egy Némárunk, egy Hisemünk, Némár, Hisem. Ki van még ilyen nagy név? Sok, van még egy pár. Mert ugye az a divat, hogy... Nicknémük van, tehát ilyen kitalált név, vagy egy ilyen ragadvány név, vagy becenév pontosabban megtaláltam, nem beszélne magyart már lassan. Igen, van több ilyen a utapotlás. Meg sokan ugye a kedvenc játékosuk nevét vette. Nem tudom igazából, nem tudom, fiatal játékosuk is, Messi név, meg még sok ilyen becenév van, nem tudom, hogy ők a szülők találják ki, vagy aztán a fociban, ahogy palérozódnak, és látszik, hogy ügyesebb, mint mondjuk a Messi volt, ilyen kicsi, igen, alacsony, igen, játékos, hogy úgy találják ki ezeket a beceneveket, de vannak sok is. Csak sajnos a képességük nem volt. Néha csodálkozom, és pontosan ezt akartam mondani, hogy ez Messi, hogy meri ezt felvenni, ezt a nevet még akár edzésen is, vagy utánpótlás csapatban is. Jó, kanyarodjunk vissza időben. Jó. Mikor mentél ki? Pontosan 2022. július 7-én érkeztem, akkor utaztam ki és érkeztem oda. Jól tudom, azzal a céllal kellett kimenned, hogy fel kell jutni az első osztályba. Igen. Érdekes a sztori, hiszen 9 éve, 13-14-ben már sikerült más néven, akkor Alessi Uti neve volt a klubnak. És neked is más neved volt akkor? Igen, Gálidi György, igen. És akkor sikerült a bravúr. Tudni kell, és most is a utolsó négy meccsen velem volt a Huszár Géza barátom, akivel nagyon sok egészen jó eredményt értünk el együtt. Akkor a rájátszás volt, egy rájátszás, akkor 6 másodosztályú csapat volt, és a 3 csoport első-második helyezettje, tehát összesen 6 csapat játszott még 5 meccset, és azt megnyertük, hála Istennek, kimagaslóan, és úgy kerültünk fel az első osztályba. Ott csont nélkül kiesett a csapat akkor, minket 2 héttel a rajt előtt elküldtek, a felkészülési eredmények, felkészülési mérkőzések rossz eredményei alapján. Ezt most kihangsúlyozta a főnök, hogy nagyon bánja az, hogy nem tudtam az első osztályba dolgozni, és hogy ezt a döntését már nagyon bánja. Aztán most is volt egy felkészülésünk, és 10-ből 6 meccset elveszítettünk, úgyhogy rezgett a léc. Mondtam, hogy kapottam is a fejemre, hogy tejbe vajba fűröztünk, meg mindent alá teszünk, és ez van. Mondtam, főnök, hát sajnálom, de volt olyan, hogy 5 meccset lekötött a sportigazgató, 4 erős ellenfele. Tehát ott azért, hála Istennek, már ő is jobban látta a dolgokat. Nem beszéltétek meg? De én mondtam, hogy ez így nem jó, de nem történt semmi. Ők önfőiek mentek a saját fejük után.
Hát a sportigazgató az folyamatosan őrugott ki 9 évvel ezelőtt, úgyhogy azt is tudni kell, hogy én szerintem... És mindig ő van ott. Most is benne volt a keze, amikor mentem, akkor úgy volt, hogy nem is volt ott. Nem is volt, egy másik sportigazgató volt, de egy hónap után nem elég erőskező, blablabla nem tetszett a tulajnak, és visszahozták ezt a emberkét. Hú, amikor megtudtad, hogy visszahozzák. Hát igen, nem volt a mosolygós kedvemben akkor egy pár napig. Aztán utána mondom, szerintem dolgozott is azon, hogy ismét bukjak, de most állásnak nem sikerült, és a főnök is megváltozott, rutinosabb lett, és nem első indulatból döntött, hála Istennek. Mondom, egy kicsit lecseszett, de igazság is volt benne, de én tovább is egy csomó játékos ki kellett próbálni, egy csomó taktikát vagy szerkezetet szerettem volna kipróbálni, megcsináltatni a srácokkal, ki is próbáltuk, bele is tört a bicskák, úgyhogy működött minden klasszul. Aztán hol játszottatok, elnézést, kis vágányért, barlangban? Mert? Hát nem látszik rajta, hogy Egyiptomból jött. Tényleg? Nem, akkor fényviszonyok. Nagyon nem szeretem a meleget, azért azt tudjad. És ott hogy voltak az edzések és a meccsek? Hány órakor? Délután 5-kor volt minden. Az utóbbi 4-5 meccs az olyan 40 fok. Volt, amikor 45 fokba volt vagy barátom mondta, hogy ők 47 fok van éppen most náluk, és akkor játszottak, tehát kemény volt az utolsó. A helyiek ezt megszokták már, vagy ez nem lett hozzászokni? Szerintem nehéz ezt megszokni, mert szenvedtek ők is, mint a brit oroszlán. Igen? Igen, itták a vizet. Itt is volt szünet, meccsek? Volt meccsünk, hogy elment azon, hogy szédelektek. Igen, és akkor volt egy, az is megtett mindent, hogy bukjak. Egy fizikoterapeutunk, aki orvosnak hívnak, de semmi köze szerintem nem végzett egyetemet, nem egyszerűen masszörből avanzsált előre doktorra, és adott nekünk a játékosoknak olyan szert, ami ellenkező hatást hat, és inkább avval járt, tehát negatívan érvény. És akkor szédelektek, mint a magyar válogatott a mexikói világbajnokságon az olyan betek ellen? Nagyon jó példa. Nagyon jó példa, pontosan így volt. Ráment meccsünk, és akkor jött ki a feleségem, vagy jöttem én haza, és vittünk izotonikus italt, és ott a erőléti edzővel nagyobb, vagyok 8 éve is együtt dolgoztunk, és 9 éve, és ő is magnéziumot, ami voltak ilyen kis doboz, ilyen pesgőporszerű dolgok, és akkor a következő meccsen már akkor megint rendben volt a csapat. Lekopogom, hogy fizikálisan ezekben a nehéz időkben, a melegben is nagyjából ezt egy-két meccset leszámítva jó állapotban volt a csapat, tehát fizikálisan rendben voltunk, sokat dolgoztunk, de meg is érte. Mégis akkor korrekt ez a második hely? Sajnos azt kell mondjam, hogy igen. Kezünkben volt, többször vezettük fél évben, például a fél évben fordulókor 4-5 ponttal vezettünk, 5-6 meccsel a vége előtt is 5 ponttal vezettünk. Utána elvittek minket egy luxori kirándulásra, 18 órát utaztunk vonattal, 18 óra múlva kaptunk főtételt, utána átvittek Gónába, pont a rivális ellen betettek egy üdülő szállodába, ahol a csajok, hát nem tudom, lehet ott képzelni, ott Hurgadán milyen állapotok voltak, kaja, bőség, amit akartak, ettek, ittak, nem nagyon foglalkoztak, a telefonszámokat cseréltek, meg mit tudom én, udvaroltak ott, és nem nagyon foglalkoztak a labdarúgással. Ott elment az 5 pont előnyünk, véglegesen sajnos. Utána még egy vereség bejött, mert még ott a Gona is hibázott, akkor megint 2 ponttal vezettünk, és akkor még jött egy vereség, ami nem volt bekalkulválva semmilyen szinten. Ott azt nem tudom a vezetőinkbe fogni, ott mi is valamit nem jól csináltunk, vagy konkrétan én. És akkor utána 4 meccset már ők is hozták, mi is hoztuk, de az 1 pont hátrány az maradt végig. Július óta voltál itthon? Háromszor. Igen, a párom is 3-szor volt kint nálam, hála Istennek, de nagyon nehéz egyedül. Sok a probléma velük. Sok fiatal játékosok, még tapasztalatlanok, öntudatosak, nagyon öntudatosak, nagyon-nagyon bizalommal a pályán kívül, meg a edzéseken. A meccseken már kevésbé, ott hiányzott is a rutin, több esetben is, és egy kicsit nagyobb arc is volt, mint az optimális. Tehát ezen sajnos át kell esni, és egyedül kevés voltam, hogy mindenben ezeket megoldjam, és utolsó 4 meccsre, ahogy említettem, már kijött a Huszár Géza barátom, és onnantól kezdve rend és fegyelem és minden. Addig is fegyelemmel nem volt nagy probléma, de volt duma, visszaduma, meg ilyen próbálkozás, keményebb büntettünk, de ott már ők is rádöbbentek, hogy itt minden meccsen, meg minden edzésen dolgozni kell, hajtani kell, ki kell tenni a tüdőt a pályára.
Ha Huszák hamarabb jön ki, akkor? Igen. Tudni kell, hogy úgy volt, hogy már induláskor én szerettem volna, ő is szerette volna, de akkor a Nyíregyházának volt még a sportigazgatója, és azért ott azért az egy olyan pozíció, amit aztán fél év múltán kinevezték vezetőedzőnek, aztán a nyakában vartak egy-két vereséget, aztán a tartalékcsapattal bajnokságot nyert, mit tudom én, 15 ponttal megyében, és utána az új sportigazgató megköszönte a tevékenységét, akkor Tiszaújvárosba került szakmai tanácsadónak, sportigazgatónak, 10 győzelem a 15 meccsből, tehát ott is parádézott egyből a brigád. A Vitelke Zoli volt az edző, és a Géza nem szólt vele, de úgy észrevételei voltak, és marhogy a kisugárzása is, meg olyan szeme van, hogy kevés kollégának. És akkor most mind a ketten hazajöttetek? Igen, szombaton hazaérkeztünk. Én pénteken találkoztam az tulajdonos úrral, azt mondta, hogy ő Bécsben él, vár Bécsben, és találkozunk, és beszélgetünk. Ez valamilyen szinten pozitív jelzés nekem. Mit mondott mikor? 2028-ban vagy? Majd ment haza. Igen, lehet. Igen, a 8 év az, igen, benne van. Nem hogy mondta, hogy mikor? 8 év múlva. És most volt egy Facebookon, föltett egy nagy köszönő levelet is, úgyhogy mondom, elköszönni SMS-be szoktak tőlem, de... Hogyha hív Bécsbe, akkor az valami pozitívat jelent. Aztán jött egy SMS, de csak annyi, hogy köszönni az egész éves munkát, amit ott a Lavienna klubnál végeztem. Akkor most várod, hogy mikor kell kimenned? Hát igen, ma érkezett, ma repült Viennába, holnap után bízom benne, hogy hív vagy ír, aztán meglátjuk a folytatást. Szeretnék a Gézával mindenféleképpen együtt dolgozni. Még visszamennél? Igen. Van még egy kedves barátom, akinek mindenféleképpen meg kell említeni a nevét, és akinek is nagy köszönettel igen. tartozunk, a Szabó András erőléti edző, a sporttudó, nem is tudom, tehát doktori végzettsége is van, szuper jó, érti a szakmáját. GPS rendszerrel dolgoztunk, ami azt jelenti, hogy a műholdonra föllőttük az adatokat, edzés adatokat, mérkőzés adatokat, ő levette és elemezett, és nagyon jó tanácsokat adott. Uh-huh. Úgyhogy ez egy csapatmunka volt végül is. Akkor még egy neki év nagy köszönet neki is, hogy segítette a munkámat. Azt mondják, hogy még egy év? Igen. Nézd, itthon már a mi időnk valószínűleg az úgy ítélik meg, hogy lejárt. Kimentem és csodálkozva néztem, hogy a Ferreira, az Amaleknek az edzője 75 éves volt, és ott olyan csapatot csinált, hogy az öröm volt nézni azt az Amaleket tavaly. Azt idén ott is a vezetők belekaptak, és elment, aztán a közönség visszareklamálta, visszajött, akkor már nem működött minden úgy, és végül is véglegesen elment, és most az Akli visszavette a vezető szerepet, és nyomul az Akli, és Afrika kupát nyert, úgyhogy most az Akli megint a sztárcsapat. Közönség, számú. Mennyi néző van kint egy bűncs? Nagyon szigorúban veszik, és nem engedik a nézőket be. Ezt minden... nem értem. Hát tulajdonképpen én se, mert miért nincs, mert olyan, most legutóbbi meccsen például Asiutban játszottunk, 15 milliós város. Tehát a agglomerációs területet beleszámítva 15 millió, hát gondolj bele, hogy ott azért lenne néző. Én úgy gondolom, hogy ragyogó stadion van, nem is egy, hanem kettő, mert két másodosztályú csapatunk is van, a Petrol Asiut, meg a Cement Asiut, és hát az egy cementgyár csapata, az azért ott is van pénz, meg a Petroleumnek, vagy olajcégnek a csapatának is van pénz, és nagy stadion, elég jó kondíciók, bár ott nincsenek túlfizetve a játékosok, meg az edző, ahogy hallottam, nem engedik a nagy közönséget, félnek a rendbontástól, félnek az esetleges sztrájkolás, lázongástól, és politikai okok miatt. Mi nálunk az utánpótlás csapat játékosai nálunk olyan hangulatot csinálnak, hogy öröm igazából. Tehát csak a klub játékosai utánpótlás játékosai. Hát most, hogy csak azért engedik be őket, nem tudom pontosan, lehet nagyon komoly rendőrség. De más senkit. Hát én tehát nincs az, hogy nem 100 tudom vagy pontosan, 200, de pár száz néző van majdnem minden meccsen. Csak ennyi. Egy-két klubnál volt, hogy 1000 körüli maximum. De ott sem volt olyan buzítás, ahol a mi meccseinken énekelnek a gyerekek minden meccs előtt, minden játékos név szerint. Engem is furcsa egy kicsit. Megköszönik és értetnek. De most ezek a játékosok elmennek Európába, vagy a helyről van közönség, és akkor mi lesz velük? Hogy fognak futballozni, pályára lépni? Hát nem hiszem, hogy ez probléma neki. Lehet. Nem tudom, Józsi, lehet. Hát te is elmondtad, hogy kint edzésen, meg
pályán kívül nagy legények, pályán meg már nem egészen. Na most gondolj bele, akkor ez, aki nem egészen pályán, 200 ember előtt, akkor milyen lesz 40 ezer ember? Nem hiszem, hogy az az oka, hogy hát ő inkább mondom, túlzott önbizalmuk volt, nem is az, hogy kis önbizalmuk volt, vagy szegényes. Van benne amit mondasz. Nem tudom, az nem, ők nem a nagy piacra gyártják első osztályba, a első osztályban ott több ezes néző. Tehát az Amalek, ott látni, hogy piros a lelátó, vagy éppen más fehér. Más osztályban nem lehet? Ez hogy nem tudom, nem tudom az okát igazából. Érdekes, nem? Én nem kérdeztem, nem bántam, hogy elmegyünk egy ilyen 15 milliós városba, és csak pár száz néző van végül, és nem bántam. Úgyhogy nem érdeklődtem, akkor nem fogják mi az oka. Gáhidi Gyurit éltetni, nincs, aki éltesse. Hát ott a mi pályánkon megtörtént, az is hála Istennek. Úgyhogy ott élmény a meccseken, tényleg a gyerekek. Meg hát nem, van egy-két nem gyerek is, de a szurkolóink azok ott vannak, 30-40-50, nem nagyon nagy létszámba, de ott vannak, és éltetik a csapatot, és mondom, minden játékos nevét skandálják, és énekelnek nekik. Ez egy érdekes körülmény van Egyiptomban. Hát persze. De te már alkalmazkodtál hozzá. Milyen nyelven beszélsz velük? Egyre jobb azt tudni kell, hogy én Öböl melletti országban kezdtem, Kuwaitba kezdtem, és nekik más a szleng, más a kiejtésük, másképp beszélik az arabot egy kicsit, de most már egyre inkább megy az egyiptomi arab is, ahol a Z helyett G van, tehát a Juma, a péntek helyett önálló Guma, tehát ilyen apróságok vannak, ők a J-t azt a G-nek mondják, de a szavak, tudom én, a száma is, tehát a segítsél, mert beszélem annyit, ez a nyelvbőség, nem, szóbőség vagy szélesebb. Tehát szélesebb körül, több szót ismerek már arabul, és jobban tudok beszélni arabul, mint korábban. Ez a lényeg. Akkor te arabul beszélsz folyamatosan. És elmondom a erőléti edző fordít, és elmondom, hogy hát arabul mondtad, de mit fordítsak. Ja? Volt ilyen is, van ilyen is. De folyamatosan arabul beszélsz, akkor? Hát én próbálok, de azért van két nigériai játékosunk is, nekik azért kell elmondani angolul is. Úgyhogy... Mert ők angolul tudnak csak. Igen. De ő tudod, minden, ezt megfigyeltem, hogy Afrika vagy fekete játékosok sokkal jobb a nyelvérzékük, mint az európaiaknak, és nagyon gyorsan megtanulják az idegen ország nyelvét, és Értem. A francia angol mellé már az arab is megy többjüknek. Boltba nyugodtan tudsz vásárolni, nem adnak el neked semmi rossz cuccot, ugye? Nem. Ez a, tudod mi, kérdezted azt, hogy hol játszunk meg, van egy szálloda, a 85-90 kilométerre Kairótól délre, a Asszúti sivatagi út mellett, főút mellett, és ott van egy szálloda, és annak van most már három pályája, két füves, meg egy edzőpálya, mi ott vagyunk, ott élünk, ott edzünk, mindent ott szállodába? Csinálunk az egy szállodába, ami elég nagy területen helyezkedik el. És turisták is mennek oda? Ritkán, igen, megállnak. Mert mondom, közel vagyunk Kairóhoz, inkább Kairóba sátoroznak, illetve a Vörös-tenger partján hurkod a Góna, Sármesség környékén. Ott van a turistaforgalomnak az öme, hozzánk elvétve jut egy. Akkor nagyon nem zavar benneteket senki semmi. Nem, hála Istennek. Van értelemben népszerű a klubunk, vagy a pályánk, meg a szállodánk, hogy edzőtáborozni sok csapat jár oda. A felkészülési időszakban is, és full volt a szálloda, meg ami még gondolom pénzt is hoz nekünk, hogy a környékben van két város csapata is, akinek nem engedték a pályán, hogy ott játszanak, tehát Beniszövőben sem engedték a telefonátnak, hogy ott játszanak, a mi pályánkon játszák, tehát három csapatnak a mi pályánk a hazai pálya, tudod? És ők voltak fizetnek is, meg az ellenfeleik meg egy nappal korábban jönnek, és akkor a szállodának is van egy éjszakája, hogy tele vannak vendégekkel. Értem. Úgyhogy van ott jövésmenés azért attól függetlenül, hogy nincs teli ház mindig. Jól érzed magad kint? Akkor is, amikor éppen nincs feladatod, teendőd, amikor van egy-két szabad órád, jól érzed magad akkor is? Hát hiányzik a párom, nagyon hiányzik, a gyermekeim is természetesen. A párod miért nem viheted ki? Mert ő egy komoly egy karakter, és a munkának szenteli az életét, és nagyon bízott benne, hogy sikerül, váltás
volt a cégnél, úgy néz ki, hogy nem sikerül, és most ígéretet tett, de ezt már ilyet tett, ígéretet, úgyhogy megállt azon a szinten, hogy most kijön velem, hogyha újra kapok lehetőséget, újra lesz szerződésem. Akkor kész, akkor feladja. Nézd, azért azt tudni kell, hogy ott egy szállodába bezárva, két hétben egyszer, vagy héten egyszer bementünk egy nagy bevásárlóközpontba, és akkor ott kicsit édességet, meg egy-két apróságot vásároltunk. De ez nem egy olyan nagy. Nem, ez nem egy olyan nagy. Ez nem egy olyan nagy. Elég unalmas, ami igen. A kérdésed, erről visszakanyarod, kicsit unalmas a dolog, nédelőttönként nincs mit csinálni, illetve arra szoktunk rá, hogy átmegyünk. Van egy külön rész, ahol egy fogyitábor van, talán Afrikában először, és egy nagyon kezdeményezés, olyan hangulatú jó edzéseket csinálnak, sokszor a vízben, sokszor a konditeremben, néha a műfüves pályán, a harmadik pályán a műfüves ott sétálnak körbe, és akkor mi is átmegyünk, és kondizunk, meg úszunk egy kicsit a Gézával. Te is fogyókúrázol? Úgy látod? Nem hisztam, na. Nem? Szerintem nem hisztam. Megszoktad az otthon ételt, italt, vizet, mindent? Tudod, Bécsi a tulajdonosunk, tehát azért ott sok minden egy kicsit európai is. Európai, ha. Inkább, mint máshol. És alapjában jó érzem magamat, néha kicsit unatkozom, néha egy kicsit morgok magamba, kellett ez nekem, aztán mondom, hogy igen, ez kellett. Na most itthon mit csinálnál? Tudod, hogy mit csinálnál itthon? Hát igen, nem tudom, a harmadosztályban vagy negyedosztályban edzősködnék. Na ott sem már. És már ott sem? Na köszönöm szépen. Lehet. Mondom, itt most trendi, hogy fiatalitás van. Ennyi. Ezt mondják így. Huszák úrral jóba vagy, beszélgettetek sokat, nagyon ugye? Jó. Mit mondott, miért került ebbe a helyzetbe a Nyíregyháza, hogy osztályozón tudott csak megkapaszkodni az MB2-be? Mert ha valaki, akkor ő biztos, hogy tudja ennek az okát. Igen, de nem vagyok hivatott, hogy ezt úgy kibeszéljen. Igazából ott egy folyamat elindult avval, hogy engem elküldtek 21-ben, nem is tudom, vagy 22-ben talán. Nem, 21-ben azt hiszem. És aztán ez most kicsúcsosodott abban, hogy tehát az igazolásokban, az edzőkérdésben nagyon sok hibát követtek el, úgy gondolom, de mondom, ez belügyük, ez az ő problémájuk. Én is egy konok önfejű pali vagyok, és háromszor voltam már edző Nyíregyházán, de van több ilyen csapat. Első 2006-2007 egy Ferencváros megelőzve bajnoki cím a másodosztályba, és nem hosszabbítottak szerződést. A második az talán 11-12-ben volt MB3 gyalázat, hogy oda került a csapat, kieső veszélyben volt a csapat. Tizedik helyen végeztünk, tulajdonképpen abból az állományból fiatalok, rutintalanok, az is egy értékelhető eredmény. Most amikor oda mentem harmadszor, azt hittem, hogy majd úgy örülnek, hogy hurrá. Már a három hét után azt mondta az szurkolóinkéton az egyik, hogy óriási csalódott bennem, amit 18-9 év alatt felépítettem, azt mert hogy a felkészülési mérkőzések. Nem a felkészülési mérkőzések készítem fel a csapatot, én mind a bajnokságra. Aztán elindultunk úgy, hogy 4 mérkőzésből 3 győzelem, 1 döntetlen, első hely. És akkor beszólt a magas vezetőség, hogy már pedig ezt a kapust kell védetnem, és akkor, mert őt hoztuk ide vezető, mindjárt 2 vereség, aztán úgy az a dicsőség, meg az a működő valami, az úgy egyből szétrombolódott. Miért? Neked megmondhatja a tulajdonos, hogy ki játszon? Hát nem is a tulajdonos, a sportigazgató azért nyomta a fejemet erősen a víz alá. Hogy ki a vezetőedző? Hát, ki a vezető, de a sportigazgató az elvileg fölötte van. Na de mégis a vezetőedző cserélik le, hogyha hiba nem volt, jól hogy megy. Megtettem egyébként, mert igaz? Folyamatosan rágta a fülemet. Nem a sportigazgató cserélik le. Nem. Tehát ő nyugodtan játszhat veled, vagy bármelyik vezetőedző veled. Pontosan, és utána ő rúgatott ki. Tehát egy aljas dolog volt az egész, amit ott velem csináltak. Ennek ellenére még követem, és fáj a szívem, hogyha ilyen helyzetbe kerülnek, és sajnálom. Barcika? Kazincz Barcika? Ott is voltál most nagy késsel folyamatosan belém? Igen. Nem meséltem el soha nagyon ezeket a sztorikat, de ott is. De hát ott most a Csábi Józsi van. 18. helyen vettem át a csapatot, 8. vagy 9. helyen végeztünk, mellesztől kaptak egy nagyon szép összeget, abból a játékosok meg mi nem kaptunk semmit. Ígéretünk volt, hogy ugyanolyan kondíciókkal megy tovább, tehát volt egy győzelmi prémium, ugyanazokkal a kondíciókkal megy tovább. Amikor augusztus, júliusban kezdtünk, talán július, tehát 2 ilyen kifizetésnél egy fillért nem kaptak a játékosok, akkor azt mondták, hogy ha úgy nem, akkor így, és akkor úgy jöttek a érdekes dolgok, és elkezdtünk nem nyerni, és aztán kirúgtak. Úgyhogy Kazincz Barcika, a Csábi Józsi,
beszéltem vele, kérte a véleményt, Józsi volt játékosom, nagyon jó kapcsolatunk, most is Honvéd megrendezvényeken igen, néha találkozunk, és kérde a véleményemet, azt mondtam, Józsi, ez egy jó csapat, nem tudom ott mi a probléma, de az és átvette, és szerkezetet váltottak, és elindult a csapat nagyon jól, tehát van egy pici közöm, hogy a Józsi került oda, és tehát a Kosta Petivel, a sportigazgatóval is kommunikáltam, és én is javasoltam a Józsit, hogy igen, az jó lesz, csak egyezetek meg valahogy. Józsi egy kicsit úgy óckodott a dologtól. Hát más világ. De rábeszéltem, és bevált, mert meneteltek egy ideig. Lassan időnk lejár, ugye azért is forgattam meg benned a kést, hogy tudatosuljon benned, hogy igenis, lehet, hogy jobban jársz, ha majd Bécsben a tulajdonos felajánlja neked az újabb egyéves szerződést, hogy elfogadd. Még emlékezni fogsz arra, hogy mi történt veled itt Magyarországon. Ja, értelek. De hát ő is megforgatta bennem elég rendesen 8 éve, hiszen bajnokok lettünk, a csoda kategóriában ugyanúgy nem mi voltunk az esélyesek, mint most se igazából, és bajnoki cím és első osztály, és utána a felkészülés gyenge eredményei, nem is voltak olyan gyenge. Jó, de azt mondta, abból már tanult, tehát azt már nem követi. És akkor kirúgott. Jó, zárásként, hogyha felajánlja. Maradsz? Igen. Szemész Egyiptomba? Igen. Szeretnék. Így legyen. Gézával és a párommal. Köszönöm szépen, hogy én köszönöm a meghívást. További sportosat.